Ben, ha szabad így fogalmazni.
Jelenleg nagyon magas a generikus gyógyszerek átlagára az európai viszonylatban, és a szakértői becslések szerint 60%-kal is magasabb. És hogyha ezt a hazai generikus árspirált nem tudjuk beindítani, akkor nem tudunk érdemben segíteni a gyógyszerkasszán. Túl magas az első generikumok befogadási árszintje, és igazából ezen múlik a gyógyszerkassza jövője. Egyes vélemények szerint 30-32 milliárd forintot meg lehetne takarítani csak azon, hogyha a legnagyobb támogatás kiáramlásért felelős generikus hatóanyagok esetében működne a nemzetközi referencia árazás, mint ahogy működik az originális készítmények esetében. Kényes kérdésről van szó, hiszen a nagy magyar generikum gyártók számára ez élesen vetődik fel, különösen azok számára, akik exportot termelnek, hiszen hogyha itthon olcsóban adják a gyógyszereiket, akkor külföldön sem adhatják majd drágábban. De minden esetre itt van az a mozgástér, amit egy kicsit meg lehetne piszkálni. Hogyha ezt a generikus piacot árspirálba tudjuk kényszeríteni, akkor tényleg tudunk vágni a gyógyszerkasszán a betegek terheinek emelkedése nélkül. Úgyhogy mi inkább ilyen irányba vinnénk el a szabályozást. Itt többen említették a Nemzeti Egészségügyi Tanács megszüntetését. Garai képviselő úr még szó szerint be is idézte az indoklást, hogy mi volna ennek a tanácsnak a szerepe. Én magam egy teljesen analóg tanácsban vettem részt éveken keresztül, úgy hívják, hogy Országos Környezetvédelmi Tanács, és én tanúsíthatom, hogy mekkora szükség van a döntés előkészítésben egy ilyenre, ahol minden ágazati szereplő ott van és véleményt tud nyilvánítani, és nem feltétlenül kodifikált törvénycsomagok formájában, de koncepcionális fázisban bevisznek oda a szabályozási elveket, sőt stratégiákat, és erről egy komoly vita folyik a különböző ágazatok szereplői között. Azt mondja a törvénytervezet indoklása, hogy itt a felülvizsgálatról van szó, és hát ez a felülvizsgálat, ugye a kormánypárti szakzsargonban már látjuk, hogy mit jelent, itt megszüntetik egyetlen tolvonással ezt a tanácsot. Hogyha én lennék az egészségügyi államtitkár, mint ahogy nem leszek szerintem soha, nem is vágyom ilyen pozícióba, akkor nekem nagyon nagy szükségem lenne egy ilyen tanácsra. Ennyi lenne előjáróban, amit a vezérszónoki körben szerettem volna kiemelni, és a vita további szakaszában jobban be lehet majd menni a részletekbe. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most az írásba előre jelentkezett képviselői felszólalások következnek. Elsőként megadom a szót Bábiné Szotfid Gabriellának, a Fidesz képviselőjének. Képviselő asszony, öné a szó. Köszönöm a szót. Tisztelt ház! Az elmúlt évtizedekben számos népegészségügyi program született hazánk népességének egészségi állapotának javítása céljából. Sajnos ezek egyike sem ért el átütő eredményeket, annak ellenére, hogy 2001 óta célrendszerét tekintve konzisztens és folyamatos stratégia jellemzi a népegészségügyi programokat. A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen, jelentősen elmarad az ország gazdasági fejlettsége alapján várhatótól. Egy 2008-ban született magyar fiúgyermek 7,4 évvel, egy leánygyermek 5,1 évvel rövidebb életre számíthat, mint egy átlag európai, és életük 21, illetve 25%-át nem egészségesen fogják leélni, ha a jelenlegi népegészségügyi helyzet nem változik. Különösen riasztóak azok az adatok, amelyek az 1999 és 2009 közötti időszak megbetegedési arányait mutatják be a 0-18 éves korosztályokban. A teljesség igénye nélkül a legmegdöbbentőbb az, hogy az asztmás megbetegedések gyakorisága 150%-kal, a diabétesz 100%-kal, a hipertónia 100%-kal, és a deformáló hátgerinc elváltozások száma 75%-kal nőtt az említett 10 éves intervallumban. Az sem elhanyagolható, hogy az említett időszakban a rossz indulatú daganatos megbetegedések aránya 25%-kal emelkedett, és a vérképző, illetve immunrendszeri betegségek előfordulása is 50%-kal nőtt. És ez a kimutatás csak a születéstől a felnőtté válásig tartó éveket öleli fel. Természetesen nem lehet attól elvonatkoztatni,
hogy a gyermek és serdülő éveket családban és közösségi intézményekben, bölcsödében, óvodában, iskolában éli az utánunk következő generáció. Ebből következik, hogy a népegészségügyi tevékenység össztársadalmi feladat, amelyben a családokon kívül munkahelyi, iskolai és települési szinten is szerepet kell vállalni. A megbetegedések növekvő száma mutatja, hogy a lakosság egészségmagatartása és egészségtudatossága elmarad az Európai Unió átlagától. Éppen ezért meghatározó az erre vonatkozó törvénymódosítás, melyben kiemelt hangsúlyt kap a prevenció. Például a 37. paragrafusban az egészségfejlesztés az a folyamat, amely során az egyén növeli jártasságát saját egészségének javítása érdekében, képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és a változó környezethez való alkalmazkodásra. Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos műveltségének fokozására, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. Az egészségfejlesztés tevékenységi területei lefedik az egyéni képességek fejlesztését, a közösségi cselekvések erősítését, az egészséget támogató környezet fenntartását, az egészséget támogató szakmapolitikai irányelvek megfogalmazását és az egészségügyi ellátórendszer megelőzés központú áthangolását. A 38-as paragrafus így rendelkezik. A köz- és felsőoktatási, valamint a szakképzési rendszer, illetőleg a felnőtt oktatás keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva meg kell ismertetni többek közt. Az egészséges életmódra, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra, rendszeres testmozgásra, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellőzésére, valamint az egészséges környezet megteremtésére vonatkozó tudnivalókat. A személyi higiénés és mentálhigiénés ismereteket, a testmozgás és a sport egészségfejlesztő szerepét, a legfontosabb szűrővizsgálatokat és az azokon való részvétel fontosságát, a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, a rászokás elkerülésének módját. A 42-es paragrafus így szól. Az ifjúság egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése, ennek során biztosítani kell, a korcsoportokhoz igazodva a közoktatási intézményekben a teljes körű egészségfejlesztés bevezetését és megvalósítását. Ellenőrizni kell a közegészségügyi, valamint a baleset megelőzési követelmények érvényesülését, a gondozó és a nevelő-oktató intézményekben, az elméleti és gyakorlati képzésre szolgáló helyiségekben, továbbá a szabadtéri foglalkoztatási és rekreációs területeken. Az 50-es paragrafus szerint a táplálkozás egészségügy feladata a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozó egyes vizsgálatok végzése, ezek alapján táplálkozási ajánlások kidolgozása, kiemelt figyelemmel a táplálkozással összefüggő nem fertőző betegségek előfordulásának csökkentésére, a beavatkozási pontok és programok meghatározása, szervezése, lebonyolítása, értékelése és monitorozása. A lakosságot felvilágosítás, tájékoztatás, oktatás útján kell megismertetni az egészséges táplálkozás, ételkészítés és kezelés módjaival, a táplálkozással összefüggő egészségi ártalmakkal és ezek elkerülési módjával. Az étrendkiegészítők a különleges táplálkozást igényt kielégítő élelmiszerek alkalmazásának szempontjaival. A fentiekkel összhangban indította útjára a közelmúltban Rizikófaktor címmel kampányát az egészségügyért felelős államtitkárság. A törvénnyel szinkronban vannak a Semmelweis terv célkitűzései. A TÁMOP 6.1.2 egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok pályázata lehetőséget biztosít a teljes körű iskolai egészségfejlesztésre, a közétkeztetés egészségesebb ételére, az ellátások összehangolt fejlesztésére. Ahhoz, hogy több évtizedes lemaradásunkat behozzuk, szükséges a társadalom valamennyi alrendszerének és szereplőjének bevonása. A népegészségügyi program sikere nagyban múlik az önkormányzatok, a magánszektor, a civil közösségek, a lakosság kezdeményező és cselekvő részvételén. Az alapellátás prevenciós szemléletű átalakítása, a védőnői preventív tevékenység bővítése jelentős mértékű segítséget fog ehhez nyújtani. Kedves képviselőtársaim! Kemény munka, óriási feladat vár ránk, amit nem lehet egy-két év alatt befejezni. Az egészségügyi törvény módosításai megteremtik az alapokat, a többi rajtunk múlik. Kérem, támogassák az egészséges Magyarországot. Köszönöm.
Köszönöm, képviselőasszony. Most 2 perces felszólásra következik Ipkovics György, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Azért kértem szót, mert ez kicsi szakmai unalmas vitává kezd fajulni az a folyamat, ami tulajdonképpen pénzről és pénzkivonásról szól. Ehhez a saláta törvénynek ez a hátránya, hogy a korábbi saláta levelek, illetve a későbbi saláta levelek hiányoznak belőle. Korábbi saláta levélre említeném az 50%-os táppénzmegvonást, ami szintén ehhez a rendszerhez csatlakozik. Aztán majd a Semmelweis tervben igazán érdekes vitára ad majd alkalmat a 8 egészségügyi centrum kialakítása, amiből 3 Budapesten lesz, és tulajdonképpen az fogja eredményezni, hogy a megyei kórházak 2/3-ának szerepvesztése fog bekövetkezni, szintén pénzkivonás tekintetében. Jelenlegi előterjesztésből az egyik leglényegesebb pont az az, az úgynevezett passzív táppénz megszüntetése. Ismét azokon a betegeken verjük el a port, akik magatehetetlenek és nem tudnak megfelelő reakciót kiváltani. Ezt az egész tervezetet a magam részéről az önök szóhasználatával élve úgy jellemezném, hogy aki beteg, annyit is ér, és körülbelül erről szól ez a történet. Szintén 2 perces felszólása következik Puskás Tivadar, a KDNP képviselője. Köszönöm szépen a szót. A vezérfőnoklatokban is, illetve Bábinénak a felszólalásában is a szemléletváltásról szólt, és Gyenes Géza, illetve Szilágyi képviselő úr vezérfőnoklatához kívánnék majd hozzászólni, de azért előtte engedjék már meg, hogy Ipkovics képviselő társam, kivel egy városból jöttünk, hozzá hadd szóljak 2 szót. A passzív táppénzről beszélnék. A passzív táppénz, mint olyan, úgy gondolom a táppénz, az azért van, mint ahogy az előbb elmondtam, hogyha valaki megbetegszik és biztosított, akkor ezeknek biztosítsák a gyógyulását. A passzív táppénz. Elmondtam itt egy lehetőséget, amikor valóban nagyon fontos, de alapjában véve az, amire használják adott esetben, azt nem ebből az alapból kéne, tehát nem a táppénz alapból vagy biztosítási alapból, hanem egy szociális segélyként kéne fizetni. A másik, a betegirányítási rendszerről volt szó, és nem különböző kórházakról. Az az előző 4 éves ciklusban volt, amikor azt mondták, hogy súlyponti kórház, bár nem tudtuk, hogy mi az. Most erről nincs szó. Betegirányítási központokról van szó. Köszönöm. 2 perces felszólásra következik Göndör István, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, én is még a vezérszónoki körben tettem megjegyzéseket, és én most kihasználom, hogy Puskás képviselő előttem szólt. Ott volt egy gondolata, amit én nagyon pozitívnak értékeltem, amikor azt mondta, hogy a politikai függetlenséget kellene az egészségügyben megteremteni. Aztán erre Nagy Kálmán, aki ön előtt szólt, szóval a megszorításoknál nem kellene elfelejteni, hogy 2008-ban volt egy pénzügyi és gazdasági válság, amit kezelni kellett, és kellett volna, hogy beszéljenek önök is, és maga Halász államtitkár úr a vezetőjében a szociális népszavazásról, és a szociális népszavazás következtében kialakult helyzetről, amely megakadályozta a strukturális átalakítást, megakadályozta azt, hogy egyrészt mi betegek egy jobb, minőségibb ellátáshoz juthassunk, maguk az egészségügyi dolgozók is jobb körülmények közé kerüljenek. Tehát az a közpénz, amit egészségügyre fordítunk, az hatékonyabban kerüljön felhasználásra. A gyógyszerkasszával kapcsolatban azt gondolom, képviselő urak és államtitkár úr, hogy nincs végig gondolva az, hogy ez a beavatkozás, ez mit jelent, tehát a gyógyszergyártók részéről, akár a gazdaságra, foglalkoztatásra, adófizetésre és műszaki fejlesztési kérdésekre, és a betegre. Ugyan azt mondta Nagy Kálmán képviselő úr, hogy középen a beteg áll,
csak én személyes tapasztalatból sok mindent tudnék mondani, de erre az idő kevés. Én ajánlanám az önök figyelmébe, hogy sokat hivatkoztak Szél Kálmán tervvel való összefüggésre. Az idő nem engedi meg, de ajánlom a figyelmükbe. Adi Endrének korábban volt egy elég hosszú írása Szél Kálmánról. Ezt el kéne olvasni. Köszönöm szépen a figyelmet. Puskás Tivadar, a KDNP képviselője reagál 2 percben. Köszönöm a szót. Képviselőtársamnak igaza van, bár igyekszik ki a teremből, akkor is igaza van. Szóval az egészségügy, világos, az egészségügy, én úgy gondolom, olyan nagyon fontos dolog, ami ciklusokon átívelő. Ezért aztán valóban nagy a baj, hogyha ilyen 4 éves ciklusokban gondolkodunk, és képviselő úr kezdte el a megszorításokat. Hát ugye a 2006 és 2008 között egy másik egészségpolitikai irányvonal indult, amiből nem feltétlen az ellenzéknek az ellenállása miatt nem lett semmi, bár mi is nagyon ellenálltunk. Nyilvánvalóan aztán a 2008 utáni időszak pedig jelentős pénzkivonással járt, aminek bizony az egész ország megitta a levét. Hát akkor Szél Kálmán tervet most miért tetszik, ha nem is egyenesben, de úgy hátulról csöndesen kritizálni. Valahogy Magyarországnak túl kell élnie. Köszönöm. Garai István Levente, az MSZP képviselő következik szintén 2 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát most van lehetőség reagálni az eddig elhangzottakra. Halász államtitkár úr már nincs itt, de az expozéjában említette az eredmények között, hogy a rezidensek röghöz kötődésének megszüntetésével megoldották az egészségügy összeomlását. Hát ezzel nem oldották meg. Egyrészt maga az egészségügy összeomlását, meg a rezidenseknek a problematikáját, ami, mint említettem, a megalázóan alacsony fizetés. Szó volt, egy ilyen kitétel is elhangzott már délelőtt, hogy a gyógyszerek szedése nincsen összhangban a hatékonysággal. Na most, ha ez igaz lenne, akkor 2 dolog lehet, 2+1. A doktorok tudatlanok, a doktorok korruptak, vagy a betegek valami oknál fogva borzalmasan erőszakosak és befolyásolják a doktorokat. Most elnézést kérek, én kikérem az orvos kollégák és a betegek nevében is ezt a fajta minősítést. Ugyanakkor...
szintén két percet pedagásra állat követ puszik, és tibkár a kádar nem pédér is a képviselője. Köszönöm azt mondom, következő betkényben legbahagyabbodjon. Műlőt nem lesz főnek tisztelt képviselőt is, sem társ. Való az igaz, a egész az egészségű túrát truknak álljának a kitalosoztási egyszerűséget járt. Bizonyokan sok fog neki már tanulni, és jól kis hány hónapjól szól, és a sábbi korábbi időből kezdődött az egészségből ügy alapvarást forvonás kívülás. Most módon a pillanatot nyaratunk tartunk. Arról vagyok, hogy szágnom a finogam fozom az egy kicsit kihaladt a finson csillansz és illazárt és a hegekség bír el. Nem a cél, hogy előtte. És ezt valahogy kívánjuk ezeket alatt tartani, hogy tán utána jöjjön a fejön a délőn. Sajnos alatt módon nem nem tudni formákozni az anyagzó nyelőcesszor döntenben az akkori akkor vagy korit csinálják most is. Köszönöm. Két tékes felszerelésre következik, következik a Varjolk Vaszló az ASZP kemesselő képviselője. Nem szépen szépen tisztelt, akkor tenni a tárgyisztelt. Hát másképp Buskáló is néhány úr mondás, mondani biztos az, hogy hívta ki magára itt a sorsanosát, és ott az elmúlt kala éve része tegyás már unusbetú, és már van egy lusba stílagatlan, ha őttük. Amikor most a gér megnektő lennünk kellettünk, abban az alam, hogy a finanszírozás lesz lehető, hogy van őség, való, és ezt ki kell, hogy tudnánk gazdunkodni. Az éve múlt az egében már részeként is kér a hangatön zontől, ami aztán nyertágosság ciklut, hogy konálusok éve átpróbálő problémát élünk beszélgés az egyeség ügyben. Az ugye az átmenjünk mindannyital meg át, és gér találcsa természetes természetesen természet, az is én kérjük fel meg. De azért az a data mondtam, amit elhagyodott, hogy súlyti korpontzakról rá tudtuk nem micsoda, hogy da. Én azt hiszem, hogy hiszem már, hogy ez valóban van egy inikulációság, ami azért azért megír, hogy az ügyrőség komolyan olyan lebesz semmi. Nagyon fog nagyon szemponton nézni ember az, hogy nem gyönöknek már tettem más, mint gyakorlatilag a politikai artikaton alapvájó kadák észtárken évek át, hogy a magyar a magyar szám névára már valóban kikolté, az köz, ha ezek pénz, ha lehet hasonló és nosatékos, ha felhagyja felhasználó egyszerű igényszerű rendszer tudjunk tudja kialakulni. És épp ez képest ennek jön egy olyan gold megsalás, aminek szám olyan kosok kezd követnie valamilyen, amivel ne önöknek majd kezdem ma neked szembezni. Pénz, konász, kivolásról lehet most szerint ez igazi és ennek evet köménye kezdve, mert az, ami nem ilyen viselő képvisel, amit tarts, hogy önöknek nagyon keresnünk kell azokni kell lehet a lehetőséget, amikor hát ki lesz fejről kell beszélni, mert tudnak nem más csinálni, mint az elmúlt évek évek alatt. Több mint 100 milliárd forint értsént, csak ebben a forrásésben lesz tetett fekvarás forralatok kedvicek, én tudom is nem másnak már tenni, mint az ki addig múlt lakadalos új magfejleszágcsi teszt és kékervályi táblást átfelesték fel zöld majdre. Zajl ez most már ékmakorlal gyakfelbetileg rótrár, ez a szabály, ezt próbálják mondják, meg kell a dönök adni. Ez én a eskev vides tisztelést eljelzett. Köszönöm az emköpen, szépen. Képviselt kérdését, mostanában adom meg rót, basztak, mert szajjai basban jár, akkor a szorítodásról elül egyet is a képviselő privarást akar adni a képviselőkének elő. Köszönöm, 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 képviselt elő, képviselt társadalmat. Én néző elnézést, meg úgy gondolom, hogy az a teszedő tenat alatt stílusom, lussan, nem bahan, neked igyekem a máskor sikt adatra, akkor kormány kordat nyolcsot, az most ez lehették. Járt egyébben találkozott meg sénulni. Dolog gondolom, hogy ha a tűzásban úgy folytatott volna a vitata, akkor szakidó melyikrólgok érveséről bekretünk szél. Van energiák, mert sem tényleg azért nem a fontot alatt. Van csúorhatik az esélyt, te mondd meg nekem, én hol van hofin, de valami akkor is ad néz meg, nem találtak. Az ez a lehet, hogy mondj, hogy ez jelen zél olyan volt, hogy mi volt meg, de nem dárakozott el. Én gondolom úgy, hogy valóm az ellenzéknek ez az adok az, hogy dolgozik a kriz, mondjuk át kormának, meg annak kor, hogy nyozmány. És ezért ellen tudja megtadálni akarja, hogy az nyozmány kormányzás, akkor jöjj van baj, nem mikor kordok van. Utolsó, mivel mi fogunk fognak mi a vicket csekni. Azok is alak sétérig előrendel a kölyek, melyeknek amely fölé fölépítenek, de tudjuk működni. Tehát nem fogunk diszelni csak. Köszönöm.
percet reagálása alá lehet kövel, ígézés gyakorlatilag az előrgy, hogy kezdse a lépésre. Köszönöm, tisztelt úrnök úr, tehát a tisztelt gyűlösszám, és a finnyírozás szívesen kérdő utalja arra, hogy a korábban sokában bírszolt és által az népszerűsorásokat kell bukményezni, de cizézja a fokos bevorás volna az egész az egybeséget. Sikerem sőt, az a nét, ahogy mondtam, tudnám másul domány, minden vette ezt neki, de az eset él, cég, fokás bevorás volna. A jelleg elelegyező testés, rás, fornás, hivontal tart, az pedig még nem szólt itt, tan rendszerből szerbe való forrás ki. Nem arról, tehát nem volna hosszú tényört, hogy ékony hatéban jobbájusznál átfelhordó csoportásít, hanem akkor nem egyszerűen az egészség egészből ügyből sérget okelmet hozva az ennekség ügésrendszer irányának. Még meg lehet is letenni, ne érted ki tisztelőt, viszont ezt társadék, aztán az orszkot a nehéz szágnezeti helyzetben, amire vatkó hívósak az állt. De amikor önikor ők vatal hivenszerokra építéti az optikták orszak, meg akkor jégi vatmányi vatialok, másik áramányi kormányokat a más és mikrat bürok serendikus kett szerekten épít meg szekerte szupeséstől, akit ne inkor messenent elvinek el tázmi a szárdomiliákat, szolga esze a miállás piánunk, hogy mondtuk vál, ez lesz a nyilvá való, nem köszönöm szépen. Engedjük meg egyébként, hogy megkérjem előtt is a sokarás az ajtalásnál, hogy nem fog elomják jött el mobilnok telefonat, aztán a kapával ad macsolatban, mert le akkább az valágyék, mint egy rekordőre ezgői csáli, erre nem az adónak a bilt mobilnek a cég, a reklenter hangjám, ha átarmat a halad, és szó kerül sikrani a hal zembe terültá, én nem kíván, hogy szép, hogy legalább lett a körvesztősős bűn megőrása volt, meg kell törnekedjen. Megadom szót nem az a Béla Pál kétának, ezben a permészt az elviselékének előjön. Köszönöm a elnökor tett úr, tisztelt képviselőtársaim, én megtemen eszemben tért egyet az a lekarpus, amit képviselőtársaim mondottunk egy kicsit, és sajnálni csak mostanom is a helyzetben rendezett, hogy egyedik elvédül kelljen mindenért bemundhetésület. Olyan van, hogy amiben nyilván nyilván korálánk sem abban igazán igazános azunk volt. Egyet szerettünk tért az alkalmazóitig, hogy mikrolói cikon ások, kivel nekik ellenek az egérnél úgy helységű. Én ezért semmikor innek már egy kormak és hátnak ezért ellen, már nem megbános fezon ősjelelőkkel, de felelőkkel vigyelt. A egész az együttségnek a gyajoltán megérdekse jelentében. És hogy ez így, ha egy már van, így pedig van, akkor ezt szeken volt hozzá naholásra szóltam a tilszösteni terület parlamentben a menelés azzal, hogy az elhagyat nyomul éve volt szíziki ellenzéki politikai államért nagy felégben is előért azért, hogy aki annak nem zsenyerült sikert az azok közel szerkéti átlenkét szalakosokatást tett meg az egnünk a ügyészségben, érben, amikor a szükség szűnt volna, lehetőt még a sorában korábban is, úgy, mert ugye ugyan most hogy majd érzéli ebben, hogy ebben nagyon rég lesz szükség, akkor nem is harmad két ellendőkre is nél, a sok majd szak az ellen és az egészségi kormány összefogt összeárakás az ekkor is akazó igazat. Én értük azt valóan meggondolt őről a tervényt rövezet, hogy ez nagy, hogy egyszerűen lehet verős, ez nem egy más jelent a tárgy, mint a szabpényt továbbájuk